Szép napot mindenkinek, ez a Kocka Disputa, ő pedig itt az... egy Amazon Prime-os animációs sorozat, amiről az utóbbi időben nagyon-nagyon sokat lehetett hallani, csak szuperlatívuszokban beszélnek róla az emberek. Nem is tudom, mihez tudnám ezt a hype-ot hasonlítani, talán a Mandalorian volt ilyen, és erre még vissza fogunk térni a Mandalorian hasonlathoz. Minden esetre nagyon-nagyon dicséri mindenki ezt a szériát, megnéztem én is, és hála Istennek, nagyon jó döntés volt ez. Tulajdonképpen én is sok jót el tudok mondani erről a szériáról, és tudom nektek ajánlani, de ne szaladjunk ennyire előre, és nézzük meg, hogy miről is szól az Invincible. Története szerint az Invincible középpontjában egy fiú áll, Mark Grayson, akinek az apukája ennek a világnak a szupermenje. Tulajdonképpen itt Omni-mennek hívják, és ebben a világban létezik nagyon sok olyan dolog, ami ismerős lesz nekünk, így a szuperhős zsánerből. Például van egy olyan csapat, egy olyan alakulat, aki nagyon-nagyon hasonlít a Justice League-re, de ne nyomjátok ki, én azt ajánlom az első részt, mondjuk a 20. vagy 30. percben, amikor arra gondolnátok, hogy hát ezt már láttátok ezerszer, mert egy szépet fog csavarni az első résznek a legvégén az Invincible, és aztán később is a zsáner elemeit felhasználva néha kigúnyolja azokat, megcsavarja őket, vagy valami nagyon hasonlatosan számunkra szimpatikusat teremt. Minden esetre mi nézőként azt fogjuk nézni, ahogy Omni-mennek a fia, Mark, a mi kis főszereplőnk felfedezi a saját erejét, mert hogy neki is elkezdenek szuperhős erői manifesztálódni, és mi azt követjük nyomon, hogy hogyan is fedezi fel ezt az erőt, hogyan tanulja meg használni, milyenek lesznek az első konfliktusai, milyen szövetségesei és ellenlábasai lesznek. Szóval e tekintetben egy pókemberbe öltött szuperhős történet ez a szál, ez lesz a fő szál, de ezen kívül még lesz az apjának is egy vonala, Omni-mennek egy vonala, ami egy nagy twistet, egy nagy rejtét tartalmaz, amit én most nem akarok nektek lelőni, de az a lényeg, hogy ez végighúzódik az egész szérián, és csak az utolsó, a 8. epizódban fogunk választ kapni a kérdéseinkre, úgyhogy van benne egy ilyen elem is, valami igazán rejtélyes, és ezen kívül meglehetősen nagy szerepet kapnak a subplotok, a szokásosnál, mármint a szuperhős zsánerben szokásosnál jóval nagyobb hangsúlyt kapnak ezek az elemek, és jókkal többször szerepelnek is. Az, hogy miért rajonganak annyira az Invincible-ért annyian, azt nagyon könnyű megmagyarázni, még akkor is, hogyha elsőre elgondolom a tartalom leírásból, tényleg sokan arra gondolhattak, hogy hát ebben semmi új nincs, de elég sok minden, méghozzá az ábrázolásmód körül nem is egy dolog. Kezdjük például azzal, hogy ez a széria borzasztóan véres, brutális, durva. Annak ellenére, hogy ugye ez egy animációs mese, rajzfilm, nevezzük így, és ezzel még mindig sokan, nagyon nehéz megérteni 2021-ben, de még mindig sokan azt gondolják, hogy az ilyen stílusú művek gyerekeknek készülnek, annak ellenére, hogy már 100 olyan alkotást látunk, ami erre rácáfol. Ezeknek az embereknek nagyon ajánlom, hogy nézzék meg az Invincible-t, hogy mennyire mutatnák meg gyerekeknek, vagy tényleg akár tinédzsereknek. Brutális ez a széria, tehát a koponya törés, szem, kinyomás, belek mindenhol teljes mértékben átítatja az egész sorozatot, hála Istennek nem öncélú az egész, szóval nem csak a sok value miatt rakták be ezeket. Ez mindenképpen olyan értelemben frissítő volt, hogy ez az ábrázolásmód nagyon szolgálja a sorozatnak egy fontos célját, mégpedig az, hogy reálisan mutassa be, hogy milyen lehet a szuperhős lét, nem csak ezt a fajta durvaságát, tehát hogy konkrétan letépik egymás végtagjait, hanem hogy milyen pusztulást okoznak mondjuk a városban, hogy mennyire félelmetesek tudnak lenni, ilyen zsigerileg hatoló félelmet tudnak generálni az átlag emberben, és hogy mennyire nem fekete-fehérek ezek az alakok. Ez mind-mind olyan dolog, amit az ilyen stílusú rajzfilmes ábrázolástól az átlag néző nem feltétlenül várna el. Az átéhetőséget ezen kívül még egy nagyon fontos dolog segíti, és szerintem ez a legjobb dolog a szériában, ez pedig a szinkron színészek, mármint az angol hangok. Én nem értem, hogy ezt hogy hozták össze, de tényleg valami brutális, hogy milyen nevek vannak itt. Csak megemlítek néhányat, és nem csak a főszereplőket, hanem mellékkaraktereket is. Steven Yeun, J.K. Simmons, Mark Hamill, Zachary Quinto, Rick Sanchez. Szóval olyan arcok adják a hangjaikat egy-egy szereplőhöz, hogy csak így nézel, és hát nyilvánvalóan ezek állistás nevek ebben a szakmában. Még többet hozzátesznek egy-egy figura átélhetőségéhez, mint a konkrét rajzolás. Tényleg nagyon-nagyon jók.
Steven Yeun, J.K. Simmons, fú, hát baromi ügyesek. Egyébként ez az egész egy 2002-es képregény szériának az adaptációja, mármint hogy a képregények kb. 10%-a az első évad, az alkotó pedig ugyanaz a Fawcett, aki a The Walking Dead-et is szállított a képregényes formában. A sorozat viszont bizonyos dolgokat átvariált, és szerintem ezt jól tette, nem csak mondjuk a diverzitást illetően, de bizonyos történet elemeket is megcserélt, sok sűrítést végzett, és ez szerintem nagyon jót tett az egésznek, sokkal kevésbé lineáris a cselekmény, és erről mindjárt majd fogunk beszélni, hogy miért volt ez fontos, és így összességében egy sokkal sokszínűbb alkotást nézhetünk végig, szóval szerintem tényleg nagyon nehéz unni ezt az egészet. És hogy miért mondom, hogy fontos volt az átstruktúrálás, az ahhoz köthető, ami az én kritikám ezzel a szériával szemben, és itt szeretném megjegyezni, hogy mennyire fura az, hogy ha az emberek rajonganak valamiért, akkor totálisan elveszítik a kritikai érzéküket. Én most elég sok külföldi, meg magyar review-t is megnéztem, és döbbenten láttam, hogy a magyarok közül szinte senki egyetlen egy, nemhogy hibát, de távolról negatívumot sem mer megemlíteni az Invincible esetében, és így nem értem miért, teljesen Mandalorian flashbacken volt, annak a sorozatnak is ilyen ordító hibái vannak, de valahogy az emberek fejében, mint ez úgy működne, hogyha valamit kritizálunk, akkor nem lehet rajongani érte, nem lehet szeretni, de ez nincs így, ti ne legyetek ilyenek. Attól, hogy látjuk valaminek a lehetséges hibáit, még tarthatjuk egy hihetetlenül jó, csodálatos alkotásnak. Így vagyok én ezzel az Invincible esetében is, baromira jó sorozat, tényleg ajánlom nektek, de azért azt el kell mondani, hogy bár bizonyos dolgokon csavar egyet, és megmutatja sokkal reálisabb arcát a szuperhős zsánernek, azért egy csomó olyan elem lesz, amit unalomig ismerünk. Például a tini románc a képregényekben, hogy a főszereplő, hogy bugdácsol és próbál közelebb kerülni hát egy lányhoz, ugye, az valami, amit ha olvasol képregényeket, kb. Már ezerszer láttál, és szerintem ebben nincs semmi igazi csavar az Invincible-ben sem, illetve vannak olyan szuperhősös elemek is, amiket nem fogunk frissnek érezni. Ugye ez azt is hozzá kell tenni, hogy mindaz, amit itt látunk, 2002-ben indult el, és akkor azért nagyon máshol tartott ez az egész széna, mert például a Boyshoz nagyon sok tekintetben hasonlított az Invincible, nagyon sokszor párhuzamba lehetett őket tenni, és szerintem a Boys sokszor jobban is kivitelezett egy csomó dolgot, amit az Invincible-ben látunk, tehát ne felejtsük el, hogy a Boys a Invincible füzetek után keletkezett, úgyhogy nehéz ezt innen megítélni, de ha valaki ebben nem ássa bele magát, akkor bizony lehet olyan érzése, hogy hát azért ez annyira nem új. Egy másik dolog, amit kritikaként fel lehet hozni, hogy tudjátok, én szinte mindig az animációs filmeknél vagy az animéknél szoktam dicsérni a rajzolási stílust, mindig hiperlatívuszokban beszélek ezekről. Az Invincible-nél ezt nem tudom megtenni, látszik, hogy korlátozott volt a budget, és hogy egy jó része elment a nagyon neves szinkron színészekre, nem mondanám, hogy rosszul néz ki, vagy hogy csúnya, abszolút nem, de azért látszik rajta, hogy itt még van hova fejlődni. Az utolsó dolog pedig szerintem, ami véleményes, az a rejtély vonal, hogy van egy figura, aki egy bizonyos módon viselkedik, és csak a legvégén kapunk rá magyarázatot, hogy miért, és én végig izgultam az egész széria alatt, hogy ez a magyarázat ne valami hülyeség legyen, és tudjak vele menni, és ilyen felemásnak éreztem. Egy részről működött, más részről meg nem annyira nálam, és vakargattam is egy picit a fejem, és ezen a ponton kezdtem el nézni a képregényeket, és a képregényekben sokkal jobban ki van fejtve ez az egész motiváció, sokkal hitelesebben, jobban megállja a helyét. Itt a magyarázat kárára szerintem túltolták az akciót, de azért is mondom ilyen lassan ezt az egészet, mert én nagyon szerettem az utolsó részt, és fantasztikus és sokkoló volt benne ez az akció, amiről tehát most azt mondom, hogy egy picit elvett attól, hogy jobban kifejtsék a karakternek a motivációját, de ez természetesen totálisan személyes preferencia kérdése, szóval lehet, hogy valaki más méleményen van, mindesetre szerintem ezt a füzetek azért jobban oldották meg. Mindezzel együtt én baromira élveztem az Invincible-t, alapvetően én szeretem azt, hogyha így kicsit játszanak zsáner klisékkel, kifordítják azokat, az a neve a sorozatnak, hogy Invincible, hát baromi sokszor az arcunkban lesz tolva, hogy ez a srác, ez a főszereplő minden, csak nem sebezhetetlen vagy legyőzhetetlen. Nagyon apró dolgokra figyeltek a sorozatban, amiket én mindig értékelek. Ez főleg a mellékszálakra jellemző, ahol egy csomó dologgal kísérleteznek, ami tök király volt, de olyan apróságokban is megjelenik, mint hogy a title screen, a fő képernyő
egyre véresebb lesz minden résznél. Eleinte azt látjuk, hogy az Invincible felirat szinte tiszta, aztán csak kap egy pici vért, mint mondjuk a Watchmennek a híres logója, a végére meg már szinte vérben úszik az egész felirat. Az ilyen apróságok olyan dolgok, amiket ugye nem lenne úgymond muszáj megtenni egy készítőnek, tényleg ez a kreatív igényességnek egy nagyon tiszta megnyilvánulása. Ami egyébként elviszi a hátán a sorozatot, az a karakterábrázolások, mert még akkor is, ha nem minden szereplőt fordítanak ki valahogy, és mennek szembe a műfaji sajátosságokkal, olyan életszerűen jól mutatták be ezeket a figurákat, nem kis részben a szinkron színészeknek köszönhetően, ahogy említettem, hogy nagyon közel fognak kerülni hozzánk ezek a szereplők, és egyszerűen érdekelni fog a sorsuk, izgulni fogunk értük azokban az esetekben, amikor veszélybe kerülnek, és hát ebből nem egy lesz, mármint veszélyes helyzet a sorozatban. Szóval számomra nem is a rejtélyes szálnak a kibontása volt az érdekes, hanem hogy a szereplők milyen utat járnak be, milyen reakciókat adnak, milyen drámákat élnek meg. Az egész annyira emberi volt, hogy nem tudom, ezt tényleg ritkán láthatjuk ilyen mélységben bemutatva, nem csak egy animációs sorozatban, de bármilyen szériában. Szóval nekem ez az egész sorozat egy jó kísérlet volt arra, hogy a hagyományos szuperhős elemeket keverjük ezzel a realizmussal, kicsit túljáratott szó ez már, főleg ebben a műfajban, de itt arra gondolok, hogy az Invincible nem annyira cinikus meg kritikus, mint a Boys, viszont nagyon eltávolodik a hagyományos szuperhős ábrázolásoktól, és ahogy ezt az arányt belőtte, az szerintem egy olyan valami, amit a legtöbb néző élvezni fog, még akkor is, ha alapvetően távol áll tőle ez az egész stílus. Úgyhogy mindenképpen ajánlani tudom nektek, hogy nézzétek meg az Invincible-t, vagy ha már láttátok, esetleg olvastátok a képregényeket, akkor mondjátok el, hogy nektek tetszett-e. Minden esetre ennyi lett volna a mai disputa. Ha tetszett a videó, akkor kérlek kedveljétek és iratkozzatok fel a csatornára. Én megköszönöm a figyelmeteket, találkozunk legközelebb. Sziasztok!